Sziasztok, én Horváth András vagyok, és elérkezett az idő, hogy beszámoljak az iNIC 5 tapasztalataimról, mert hogy szeptember óta használom, és 6200 kilométert beletettem, úgyhogy egy csomó árnyoldalról szeretnék most beszélni. Tehát ugye bemutatón mindig elmondjuk, hogy minden milyen szép és milyen jó, de hogyha visszaemlékeztek, akkor volt nem egy videóm az i3-assal kapcsolatban, aminél elmondtam, hogy ez vagy az nem annyira jó, vagy például volt nálam fél évig Model 3, arról is csináltam egy videót, és ott az összes negatívumot felsoroltam, ami így az együttérés során nem tetszett az autóban. Renault Zoe volt nálam tartós teszten, arról is megvan ugyanez a videó, Hyundai Ioniq, és most az Ioniq 5-ös. És hát csapjunk is bele a lecsóba, mert hogy összegyűlt jó pár tapasztalat, és nézzük először azt, hogy milyen vezetni az autót, és mi az, ami vezetés közben zavaró tud lenni, és mi az, amiben fejlődhetne. Hát először is van egy ilyen búgó hang a motornál, a villanymotortól, ami engem zavar, de egyébként egy csomó ismerősen meg észre se vette, úgyhogy ez valószínűleg csak engem zavar. Allergiás vagyok minden zajra, minden nyöszörgésre, szélzajra, kerékzajra, meg mindenre, úgyhogy a villanymotornak ez a grrrr, néha hallható kergő hangja kis sebességnél, ez engem tud zavarni. Nem találtam fórumokban erről panaszkodó embereket, úgyhogy lehet, hogy csak ezzel az autóval van egy ilyen fogaskerék hang, lehet, hogy az áttételekből jön, nem tudom. Van egy csomó autónál egyébként, például Merciknél, Audiknál van nyűszítő hang az első villanymotortól, amikor bekapcsol, az is zavaró tud lenni. Ez nem annyira zavaró, például ilyen 110-es tempónál abszolút nem hallatszódik, úgyhogy ez egy ilyen kisebb probléma. Ami nagyobb baj, hogy felkerültek a tétgumik, és a szélzaj az minimális ennél az autónál, olyan 120-130-nál kezdünk el egyáltalán hallani szélzajt, viszont az a helyzet, hogy a téli gumival van kerékzaj, elég magas, úgyhogy ebben lehetne fejleszteni még majd a következő generációit az Ioniq-nak. Lehetne több hangszigetelés. Én tudjátok, hogy allergiás vagyok elektromos autónál a zajokra, úgyhogy legyen minél csöndesebb. Például a Teslák ebben nem jeleskednek, de az Audi e-tron az egy álom volt, vagy az e-tron GT, Porsche Taycan, az a 200-nál is így szinte semmi zaj nincsen 260-as gumiknál, de ez mondjuk nem is egy 30-40 milliós autó, úgyhogy ennél jobban elnéz az ember, de mondjuk azért egy 20 milliós Ioniq 5-ösnél, egy full extrásnál ott azért már azt mondom, hogy igenis figyeljenek oda erre is, és legyen megfelelő szigetelés. Aztán vannak pici nyöszörgések, nyáron a hátsó ajtótól volt egy kis nyöszörgés, most télen pedig itt a bal első ajtónál tud cicseregni néha itt valami, most nem fogjátok hallani úgyse, és ez inkább csak rossz úton szokott előjönni, amikor tényleg ilyen kátyuk között megy az ember. Lehetne még picit jobb az összeszerelés minősége, annak ellenére, hogy kívülről például minden illesztés tökéletes, meg belül is teljesen rendben vannak a felhasznált anyagok, még ebben a fapados modellben is én nagyon elégedett vagyok vele, meg úgy mindehhez jó hozzáérni, pedig ez szimpla műanyag, de hogy van egy kis textúra rajta, és ezáltal nem kényelmetlen a használata, pici zörgések előfordulhatnak. Az ülésnek a kialakítása egész jó, egy fokkal lehetne még jobb. Igazából az a baj vele, hogy ebben a fapados modellben semmit nem lehet állítani, csak emelni lehet, meg előre-hátra engedni az ülést. Lehetne egy kicsit szofisztikáltabb, de egyébként nem rossz. Illetve, ami nagyon vicces, hogy amikor megveszi az ember, és mondjuk így áll a fejtámla, így nekem valamiért így volt beállítva, és így iszonyú kényelmetlen volt, hogy mindig így nyomta a fejemet, és nem tudtam kényelmesen ülni, és Marci szólt, hogy egyébként csak ennyit kell csinálni, tehát így látjátok, hogy így meg kell húzni, és akkor visszamegy, és már is nem fogja nyomni a nyakunkat, meg elfárasztani a gerincünket a fejtámla, de erre nem jöttem rá, úgyhogy most mondom, hogyha így van, akkor csak így előre húzzátok, és visszaugrik. Vicces. Ami lehetne jobb, az a futómű, és nem azért, mert rossz lenne, hanem mert tudom, hogy a Kia EV6-ban jobb. És az is ugyanerre a platformra épül, egy csomó alkatrész ugyanaz mind a két autóban, és mégis a Kia EV6-ban, talán egy plusz kis kamra a lengéscsillapítóban, és pont
vannak azok a barázdák, tudjátok, amik csak ilyen mélyek, de éles a szélük, és ez az autó olyan idegesítően megy át rajtuk, ez a tadada, olyan zörgősen, a Kia EV6 az meg kisimítja, egyszerűen jobb a futóműve, viszont az autó sportosabbra is van hangolva, ez meg inkább ez a hajós érzet, úgyhogy ami ilyen hajós érzetű autó, azoknál ez pont elő szokott fordulni, mivel nehéz, meg viszonylag nagy a rugóút, ezért az ilyen kicsi lukakat nem tudja annyira eltüntetni. A Kia EV6 ebben egyébként jobb, és azért, amikor azt vezettem, akkor éreztem, hogy fú, de jó lenne, hogy az iNIC-öt is ilyen kellemesen átmenne a pici útbordákon vagy hibákon. Hogyha valakinek ez fontos, akkor ott a Kia EV6, de nekem például dizájnügyileg az iNIC-öt sokkal jobban bejön, úgyhogy én ezért ezt így abszolút elnézem neki. Ami még egy nagyon vicces hiba, egy ilyen design hiba az iNIC-5-ösnél, hogy hátul a hátsó biztonsági öv, hogyha elfordul, akkor kopog a burkolaton, és hogyha viszünk valakit, és ő kiszáll, és csak így eldobja a biszti övet, tehát így kiakasztja, akkor az simán 50-50, hogy fordítva fog visszaállni, és nem úgy, ahogy csillapítva van egy ilyen kis flapni, ami kiáll belőle, és ez tud kopogni, akkor konkrétan félre kell állni, és meg kell igazítani, annyira idegesítő tud lenni. Ez ilyen vicces hiba, de amikor így tényleg így kopog valami hátulról, akkor, és így meg kell állni az út szélén, akkor így arra gondol az ember, hogy basszus a dizájnerek, hogy ezt így nem vették észre. Úgyhogy ez egy ilyen vicces hiba, de idegesítő tud lenni. Ami még idegesítő tud lenni, az pedig a sávtartónak a hangja, úgyhogy ezt én ki is kapcsoltam nagyon hamar, mert azt érzi, hogy már közel vagy a sáv, egy picit rámegyünk, akkor így belecsipog, leveszi a zenének a hangját, a podcastnak a hangját, úgyhogy én kikapcsoltam a hangját, és csak a kormányrezgést hagytam bekapcsolva, és így abszolút tökéletesen teszi a dolgát. Mi is van még, amit említhetnék a vezetés kapcsán, az a visszatöltés, hogyha vitorlázó üzemmódba tesszük a visszatöltésnek a beállítását ezekkel a kis fülekkel, akkor a fékpedállal nincsen visszatöltés, csak hogyha a baloldali fület húzzuk, ami egy agymenés, és nem is értem, hogy miért így állította be a Hyundai. Tehát ki ne akarná, hogy amikor nyom a féket, akkor először visszatöltéssel fékezze az autót, és utána pedig, amikor még nagyobb fékerőre van szükség, akkor a féktárcsákkal, szóval ezt nem értem. Tehát minden autóban lehet, ahol lehet vitorlázás bekapcsolni, a fékpedálnak a nyomására a visszatöltéssel fogja először fékezni az autót. Itt ezt nem így állították be, úgyhogy én az automata üzemmódban használom, nem pedig a level 1-2-3-as visszatöltés üzemmódban, illetve az i-pedál sem jött be nekem annyira, az egypedálos vezetés, mert túl erőszakos, nem oldották meg olyan jól, mint például az i3-nál vagy más autóknál, úgyhogy az automata üzemmódot használom, az tökéletesen működik, érzékeli az előttünk lévő autókat, fékez visszatöltéssel, és így mindig jó a visszatöltés, mindig a maximális visszatöltéssel lassít az autó, úgyhogy tök jól működik, nem értem, hogy a vitorlázásnál ezt miért nem lehet beállítani. És kb. Ennyi az, amit a vezetéssel kapcsolatban így hibának tudok felrúni az autónak, egyébként teljesen rendben van, és így nagyon jó vele közlekedni, jó a kilátás, kényelmes az üléspozíció, jól gyorsul, jól megy még ez egy hátsó motoros verzió, és ezeket mind elmondtam a korábbi videókban, nézzétek meg őket, hogyha nem láttátok, majd beteszem a leírásba az összes iNIC-5-ös videót. Most viszont menjünk el egy töltőhöz, mert egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, és ugye ennél az autónál a villámtöltés ez egy fontos szempont, ugye nagyon gyorsan tud tölteni, ha hát a töltés az ennek az autónak az erőssége, télen meg a gyengesége. Nyáron ez az autó 5-80%-ra 18 perc alatt fel tud tölteni, tényleg kipróbáltam, és van is róla videóm, vagy például amikor a Model Y-on mentünk Attilával, akkor ez az autó régen végzett már, amikor a Model Y még sehol nem volt, és 70%-nál is még 130-140 kW-tal tudott tölteni, na most hideg aksival most 50 kW. És oké, hogy nem 10%-kal értem ide, de nem lenne különbség. Tehát ezt régóta tesztelgettem már most télen, és néha rádúdosom villámtöltőre, és ebben az autóban nincsen téli csomag, nincsen hőszivattyú, tehát ez a teljesen fapados modell, és ennek megfelelően nem is tudja felfűteni az akkumulátort semennyire. Tehát mi tudjuk megcsinálni, hogyha nyomom neki, mint az állat, meg visszatöltéssel melegítem az aksit, ugye van erről is videóm, hogy egy ilyen jojózással meg lehet ezt csinálni, a geekek meg tudják ezt csinálni, hogy töltés előtt nyomjuk neki, mint süker az olajtot, és akkor felmelegszik az aksi, és gyorsabban tud tölteni, de az átlagember ezt nem fogja csinálni, és szerintem ez egy nagy hiányosság, hogy nincsen alapból benne az akkumulátor fűtés, ez egy csomó autóra igaz egyébként. Tehát egy csomó elektromos autónál ez nincs megoldva jól, a Teslánál jól megvan, meg most például a Mercedesnél is láttuk, hogy jól megvan oldva, vagy BMW X-nél is megvan oldva, de van sok autó, most nem akarom felsorolni őket, ahol nincsen aksi fűtés, és télen, mint látjátok, hát
most legalább 150 kW-tal kellett volna elindulni a töltésnek, és ehelyett 50-et kapok, úgyhogy rendesen megnövekszik télen a töltési idő ilyen mínuszos időkben, és tényleg ez egy megoldás, hogy vagy kérjük a hőszivattyút az autóba, ilyen 300 000 forint az extra, vagy pedig jójózással felmerítjük az aksit, és erre figyelünk, vagy nem megyünk télen síelni. Tehát én például nem járok télen sehova, nekem ez tök mindegy, de fontos tudni, hogyha valaki ilyen autót vásárol, hogy erre érdemes odafigyelni, és még ha van hőszivattyú, akkor sem tökéletes az aksinak a felfűtése, úgyhogy reméljük, hogy ezt majd szoftveresen javítja a Hyundai, mert erről elég sokat olvasni, hogy hiába van aksi fűtés, nem fűti föl rendesen. Tehát, hogy nem tudja, hogy tölteni jövünk, tudnia kéne, és nem csinálja meg rendesen. Ez, mondom, egy csomó autónál probléma, ennél is sajnos probléma. És ami még probléma, az főleg szoftveres problémákat találtam. Mutatom is, hogy miket. Hát először is például lassan bútol. Tehát, hogyha sokáig áll az autó, egy-két napot áll az autó, vagy akár csak egy éjszakát, és beülünk a kocsiba, és elindítjuk, megnyomjuk a start-stop gombot, ami minek van egyébként, tehát minek kell még mindig start-stop gomba az elektromos autókban, mindegy. Szóval, ha megnyomjuk a start-stop gombot, és elkezd bútolni, akkor ez elég lassan történik, ilyen 20-30 másodperc is tud lenni, és hogyha megjelenik a jóváhagyás gomb, akkor ezt hiába nyomkodjuk, nem fog történni semmi, és addig nem tudunk semmi más csinálni, és egyébként minek ez a jóváhagyás gomb is? Most komolyan mondom, sosem olvastam még el, hogy mi van odaírva, de nem is érdekel. Egyszer le akarom okézni, mint ahogy minden ilyen dolgot leokézunk látatlanba, de hogy ez a igen vezetés közben figyeljünk oda, én ezt nem akarom minden induláskor megnyomni, iszonyú idegesítő, például nem tudok átváltani, amíg nem bútol be rendszeres, nem nyomtam meg a jóváhagyás gombot, a rádióról a Bluetooth-ra, mert hogy ezt is sokszor elfelejti, hiába hallgattam mondjuk egy podcastet előző nap, amikor visszaülök a kocsiba, hiába érzékel a telefonomat, a rádiót indítja be, nem akarom a rádiót, a podcastemet akarom, hogy onnan folytassa, és például ez csomószor nem működik. Hogyha megállok 5-10 percre, beszadok venni valamit a közérbe, és visszaülök, akkor működik, de például, hogyha másnap ülök be az autóba, és elindítom, akkor nem indítja le az előző nap hallgatott podcastemet, amit nem teljesen értek, hogy miért olyan nagy probléma ezt megoldani. Aztán CarPlay, ugye ezt már mondtam az autó bemutató videómban is, hogy miért nincs vezetékmentes CarPlay. Csak vezetékes van, ami rohadt idegesítő. Most például az Andinak kölcsönadtam a kábelemet, és azóta nem tudok CarPlay-t használni a kocsiba. De ez állítólag az idei modellekkel megoldódik, és lesz végre vezetékmentes CarPlay. Végre. Ez szerintem 2022-ben alap kell, hogy legyen minden autóban, mert CarPlay nélkül nincs semmi se. Ami még szerintem nincs jól megoldva, az a vissza gombnak a nem jó működése. Például a BMW iDrive-okban ez úgy van megcsinálva, hogy elindulunk a menübe valahonnan, és a back gomb nyomogatásával ugyanoda fogunk visszaérni. Na most mutatom, hogy itt hogy van. Például, hogyha megnyomom ezt a kis autó ikont, és belépek ide, és mondjuk, hogyha nem akarom ezt a menüpontot megnyomni, akkor megnyomom még egyszer az autó ikont, és mondjuk a töltést akarom beállítani, ahol most itt vagyunk, akkor ide így eljutok. És hogyha backkelek vissza, akkor visszajutok a főmenüben. Oké, ez tök jó. Aztán most, hogyha visszalépek megint ugyanide, és mondjuk megnyomom a Navi gombot, itt lent a fizikai gombot, és belépek a navigációba, és mondjuk itt bármit csinálok, és elkezdem megnyomni a vissza gombot, akkor ide jutok vissza az ikonokhoz, nem pedig oda, ahol voltam, az akkumulátorhoz, vagy bármilyen más menübe. Tehát itt a vissza gomb az mindig csak az adott menüponton belül megy vissza a főmenüig, és hogy nem azt csinálja, hogy visszatérünk ugyanoda, ahol voltunk, és ez rohadt idegesítő, amikor mondjuk folyamatosan az ember szeretne csinálni valamit a kijelzőn, és közben a Navit is szeretné nézni, akkor a kettő között rengeteg gombnyomás telik el, úgyhogy ezt egyébként mondtam a kijás mérnököknek is, hogy ez nem jó, és így mondta, hogy igen, értem a problémát, hát ez ilyen. Aztán a klíma két külön gomb. Tehát van egy klíma gomb, hogyha ezt megnyomjuk, akkor eljutunk a klíma beállításokhoz, de van egy melegítés gomb is, amivel eljutunk az ülésfűtéshez, meg a kormányfűtéshez, vagy hogyha itt vagyunk a klímában, akkor innen is eljutunk az ülésfűtés előhöz, meg itt vissza tudunk menni a klíma elő. Szóval itt ez a jobb oldali menüpont, ez teljesen felesleges, úgy, hogy van fizikai gomb, és csak ilyen bonyolultabbá teszi az egész rendszert. Tehát igazából miért nem lehet lapozni? Például
a klíma és az ülésfűtések között? Vagy miért nincs itt az ülésfűtés? Csak egy gomb lehetne az egész, itt jobb oldalt elférne. Úgyhogy ezt kicsit túl gondolták a Hyundai-nál, meg a Kia-nál is nyilván, hiszen ugyanez a szoftver, meg majd nyilván az Ioniq 6-osnál is ez lesz. Úgyhogy ja, ez nem annyira tetszik, de szerencsére ezeket ritkán kell nyomogatni. De például a kormányfűtést, hogyha meg akarom találni, akkor mindig gondolkozni kell, hogy aha, nem a klíma gombot kell megnyomni, hanem ezt a warmer gombot, és akkor ott van a kormányfűtés. Teljesen túl van bonyolítva. Ami még szerintem említésre méltó, hogy a navigációban, hogyha mondjuk beírjuk ide, hogy München, akkor itt van München, Németország, és hogyha szeretnénk egy útvonalat tervezni, akkor ő megtervezi töltésekkel együtt, de hát nem gyorsan. Legalábbis amikor utoljára próbáltam, akkor nem volt gyors, és most sem az, úgyhogy hát TomTomot használ, lehetne sokkal gyorsabb, sajnos nem az, pedig én azt gondolom, hogy azért ez fontos lenne. Töltőállomások található a közelben, igen, útvonal indítása. Most egész gyors volt, valamennyit fejlődött, úgyhogy nem olyan rossz, viszont például a töltéseket én most így nem láttam, hogy betervezte volna. Pedig hát biztos, hogy nem jutnánk ki. Szóval néha működik, néha meg most éppen nem működik. Egyébként múltkor ugyanez volt a Teslával, csak újra vettük, ott sem működött, aztán másodszorra meg működött. Úgyhogy szoftveren még van mit frissíteni. A jó hír, hogy ha nem is vezeték nélkül, nem után jönnek a frissítések, de van egy Hyundai alkalmazás, amivel le lehet tölteni minden hónapban az infotainmentnek a frissítéseit, egy pendrive-ot bedugunk, és így update-eli magát az autó egy 10-15 perc alatt, úgyhogy legalább vannak szoftver frissítések, és egy csomó minden fejlődött is, tehát például ez az EV menü és az energiafogyasztás az nem úgy nézett ki, ahogy kinéz most, hanem sokkal csúnyább volt és sokkal gagyibb volt. Tehát mindig tesznek bele pici funkciókat és picit szépítik a szoftver, tehát ami egyébként szerintem szép, letisztult, átlátható, tehát ezzel nincsen gond. Túl van egy csomó minden bonyolítva, meg olyan dolgok vannak benne, amire sok szükségem nincsen. Tehát, hogy ezek a Hyundai Live, meg ilyenek, ezeket soha büdös életben nem használjuk. A navigáció tervezze meg Münchenig az útvonat töltőkkel együtt, az fontos lenne. Hát kb. Ennyit kell tudni a szoftverről, és még egy dolog van, ami ennél a fabados modellnél nagyon nem tetszik, ez pedig a fényszoró éjszaka, a sima, normál, tompított fényszoró. Egyrészt a kialakítás miatt, hát nem az igazi, másrészt meg hát ez nem a fullos autó, amiben sokkal jobb egyébként a fényszoró, ugye az is volt nálam egy hétig, azt is vezettem, az csak az 21 millióba kerül, ebbe a sima lámpák, ezek a fényszorók, ezek hát nem túl jók, azt mondanám, hogy olyan, mint a régi Model 3-as fényszórók kb. Úgyhogy azt mindenféleképpen javaslom, hogyha valakit ez zavar és szeretne látni éjszak, akkor érdemes belekérni a nagyobb csomagot és a rendes ledes lámpákat, mert hogy ez, ami alapból van, ez hát most nem tudom mennyire látszik, nehéz visszaadni vágóképeken, nem az igazi. Hát kb. Ennyi, ami összegyűlt így a 6000 km alatt, és az a helyzet, hogy mindezektől függetlenül én nagyon szeretem ezt az autót. Egyrészt azért, mert egy retrofuturisztikus külseje van, amiben én azonnal bereszerettem már, amikor a koncepcióautót láttam, és az utakon is nagyon-nagyon megnézik. Legutóbb Szentendrén egy lámpánál mellém állt egy bácsi, nyomta a dudát, és mutatta, hogy húzzam le az ablakot, és így annyit mondott, hogy uram, gratulálok, ez az autó a jövőből érkezett. És így mondta, hogy hihetetlen, csak így bámulta és nézte, kiszúrják az utakon és megbámulják, hirtelen azt se tudják, hogy micsoda. A külső dizájnja nekem egyetlen egy dolog nem tetszik, a krómozott Hyundai logó az autónak az elején, az lehetne, ott nem is kéne, hogy Hyundai legyen, vagy lehetne sokkal kisebb, vagy lehetne egy flat logó, egy fekete logó, egy matt logó, ez a krómozott logó szerintem már tökre nem divat, főleg úgy, hogy hátul meg az Ioniq felirat, az ilyen fehér 3D-s műanyag a plexi előtt rohadt jól néz ki a pixeles dizájnnal. Ez egy nem tetszik, minden más, az otthonos belső. Szerintem ez a második autó, amire igazán azt érzem, hogy otthonos, az első az pedig a BMW iX, ugye, amire mondtam, hogy guruló nappali, ez is guruló nappali, és ez is ugyanolyan otthonos, baromi jó külsővel tegyük hozzá, és mondjuk nem 40 millióért, hanem 16 milliótól már meg lehet vásárolni, ami igen tudom, hogy sok pénz, de hogy a teteje meg 21 millió, és igazából ez a tudás, ha jó a töltési sebességünk, és nyár van, és tényleg tudjuk 18 perc alatt feltölteni, akkor hát most nem nagyon van ellenfele, aki a EV6-os, de más nem nagyon tudja ezt, minden más, ami tud hasonló, többe kerül. Úgyhogy egy baromi jó kis autót csinált a Hyundai, van mit fejleszteni rajta,
A jó hír, hogy jön idén belőle egy ráncfelvarrás, és a 72-es aksi helyett az Ioniq 5 is megkapja 77 kWh-s akkumulátort, ahogy a Kia EV6 is, ami egy kicsit újabb modell, és fér bele még akkumulátor, illetve a vezeték nélkül CarPlay. Úgyhogy idén is lesznek fejlesztések, úgy látszik most már ezt fogja csinálni sok gyártó, hogy pakolgatja bele lassanként az újdonságokat az autóiba, és egy egyre jobb autó készül. Szerintem a legjobb benne az, hogy nagyon szerethető autó ez is. Én nagyon megszerettem, és igazából ezeket, amit most elmondtam, olyan problémák, hogy talán a töltés az, ami tényleg probléma, és meg kell oldani a Hyundai-nak, és hogyha az nem lenne, akkor ilyen nüansznyi dolgokról beszélnénk. Úgyhogy, hogyha még egy kívánságom lehetne a Hyundai felé, akkor az lenne, hogy ugyanezt az autót csinálják meg Golf méretben, ugyanezzel a külsővel, 2 darab ajtóval, és akkor tökéletes lesz. Na hát, hogyha tetszett ez az epizód, akkor nyomjátok meg a like gombot, meg iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Nagyon köszönöm a Tiszta Energiáknak, Rekhozzáértőnek, Szuperszokonnak, Smartdisconnak a támogatást, és persze a Patreon YouTube támogatóknak is nagyon köszi a támogatást, és a következő epizódig pedig sziasztok! Ez volt az Ioniq 5 tapasztalatok 6000 km után. Ciao.